Sziasztok, kedves gyerekek! Egy régi néphagyományt láthattok a mai Iciri-piciriben, ez a májusfa állítása és kitáncolása. A májusfát régen és sok helyen még most is csoportba szerveződve a legények állították a lányoknak, általában május első napjának éjszakáján. Ezt követően a fiúk szerenádot adtak, a lányok pedig borral és finomsággal kínálták őket. A Vajda lakótelepi óvoda Szivárvány csoportja ezt a népszokást mutatja be. A májusfa állítás minden vidéken másképp történik. A fiatal legények elmennek vékony, sudár, zöld fát kivágni. Vannak területek, ahol szalagokkal díszítik, van, ahol mással, van, hogy a lányok díszítik, van, hogy a fiúk, és ezt fogják most meglátni, hogy nálunk hogy történik ez. Ez egy kicsit görbe. Ez egy kicsit vékony. Na, ez itt a legszebb, ezt vágjuk ki. Yeah.
erdőben májfa ér. Minek az a májfa? Gyönyörű szép lányok. Hol lakik a szép lány? Ebben a szép házban. Mivel jöttél érte? Aranyos kocsimban. Pipám, pipám, pedikán, gyere elő szép lány. Aha. Mit tettél ma? Zsosélet. Mit ittál ma? Hideg vizet. Nézz az égnek. Nem nézz. Nézz a földre. Nem nézz. Ott megcsiklandozlak. Thank you.
heti játékunk kérdése az előző összeállításhoz kapcsolódik. Mivel díszítették a vajdai ovisok a májusfát? Válaszaitokat az Iciri-Piciri Facebook oldalára, vagy posta címünkre, a Pápavárosi Televízió Pápa, Deák Ferenc utca 1 címre várjuk. Előző heti kérdésünkre nagyon sok helyes válasz érkezett, most nézzük ki az a szerencsés, aki megnyerte a héten a Kossuth utcai Götz játék és bababolt ajándékát. Nyertesünk Varga Napsugár, 6,5 éves kislány. Gratulálunk! Heti játékunk után itt van, amire már biztosan nagyon vártok. Most kiderül, ki lett fél éves fotópályázatunk nyertese. Egyet elmondhatok nektek, nagyon nehéz volt a döntés. A műsor készítői mellett a stábtagjait kértük fel, hogy segítsenek nekünk a választásban. Sok szempontot vettünk figyelembe, de végül is megszületett a döntés. Köszönjük mindenkitől a sok szép tavaszi fotót. A nyereményeket egy 6 színből álló gyurmát a Gyurma Király felajánlásával, egy édességcsomagot a Sokobont, egy írószercsomagot a Zebra írószertől, és egy kedves mesekönyvet, melynek címe a Szivárvány szigeti mesék. Kőhegyi Kamilla nyerte, az ő fotóját találtuk a legtavaszibbnak. És van egy külön díjasunk is, ő pedig Bíró Marcellet. Gratulálunk a nyerteseknek! Kedves gyerekek, ennyi fért a mai Iciri-Piciribe, jövő héten újra találkozunk. Nézzetek akkor is minket, sziasztok!